Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Civilek támogatása, több pénz jut idén pályázatokra, mint tavaly. Közel 20 önkéntes szervezet mutatkozott be hétvégén Szekszárdon, átadták a Szomjú György díjakat is. A Magyar Vöröskereszt pályázatán nyertek laptopokat a fiatalok, az informatikai eszközökkel a tanulásukat segítik majd. Szüreti mulatságok, Tolna megye szerte ünnepeltek a települések. Mire és mennyire pályázhatnak a civil szervezetek 2023-ra? Erről tartottak tájékoztatót Szekszárdon. Az országjáró eseménysorozat Tolna megyei állomásán elhangzott, hamarosan benyújthatják igényeiket a nemzeti együttműködési alappénzeire a szervezetek. A kifizetés már 2023 elején elindulhat. A támogatások érintik a működést, így akár a megemelkedett rezsidíjak fizetését is rendezhetik ebből az egyesületek, alapítványok, szövetségek. Október 3-án kiírják a nemzeti együttműködési alap pályázatait, ebből támogatja a kormányzat a civil szervezeteket 2023-ban. A szervezetek több mindenre használhatják fel a pénzforrásokat, derült ki a helyettes államtitkár szavaiból. A jövő évi forrásokról jöttünk el tájékoztatót tartani. A jövő évi források valamivel több forrás van a NEA-ban, mint eddig volt. Mint idén volt, tehát idén ugye 10,8 milliárd volt, jövőre pedig 11 milliárd fölött lesz. Azt szeretnék, hogy minél hamarabb nyújtsák be a szükséges dokumentációt a szervezetek, így jövő év elején már kezdődhetnek a kifizetések. A Covid évek után beindult a civil élet, nem telt el ugye a nyáron olyan hét, de mondhatom talán olyan nap se, amikor ne lett volna a megyénkbe valahol olyan rendezvény, amit civilek szerveztek, vagy azon ne vettek volna részt. Másrészt ugye ez az önzetlen munka, ez a segítőkész munka azért párosul egy kormányzati szándékkal is. Tolna megyében a civil szervezetek közel 800 millió forint támogatást nyertek el idén. Ez a pénz a nemzeti együttműködési alapból, a falusi és a városi civil alapból érkezett hozzájuk. A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak, és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson. Cserébe pedig mindenkitől takarékosságot várunk el, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlését követően megtartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely hozzátette, a 25 megyei jogú városnak 135 milliárd forint plusz kiadást jelent jövőre az energiaárak növekedése. Ez a gyakorlati következménye azoknak a nagy európai vitáknak, melyek a háborúról és különösen a háborúra adott energetikai szankciókról zajlanak, fogalmazott. Hozzátette, a kormány és az önkormányzatok egymásra vannak utalva ebben a helyzetben. Arra kért mindenkit, hogy az önkormányzatok faragják le plusz kiadásaikat, de a közszolgáltatások esetében a legfontosabbakat tartsák fenn. Megjegyezte, még így is állami segítségre lesz szükség, és a kormány tárgyalni fog az önkormányzatokkal, és igyekszik segítséget nyújtani. Már igényelhetik a kedvezményes többlet földgáz mennyiséget a több generációs családi házban élők, közölte a hazai földgázszolgáltató. A közlemény szerint a több generációs családi házaknál annyiszor lehet igénybe venni a rezsicsökkentett áron felhasználható, legalább 1729 köbméter kedvezményes mennyiséget, ahány különálló lakás van az ingatlanban, de legfeljebb 4 lakás után. Hozzátették, a kormány döntése értelmében azok a több generációs családi házak, ahol a több külön lakás gázfogyasztását egy mérő méri, többletkedvezményt vehetnek igénybe. Ennek feltétele, hogy a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt el kell juttatni a földgázszolgáltató részére. A dokumentumok benyújthatók a társaság ügyfélszolgálati irodáin személyesen, időpontfoglalást követően vagy postai úton. Az év ezen szakában van a lódarazsak csúcsidőszaka, ilyenkor gyakrabban találkozhat velük az ember, mondja a szakértő. A rovar nem szándékosan támadja meg az embert, a fészküket viszont meglehetősen agresszíven védelmezik. Hazánkban egyébként az egyetlen őshonos faj az európai lódarázs. Ha
Hatalmas darásfészket távolítanak el a szakemberek az egyik szekszárdi ház padlásáról. Többen is jelezték, hogy már az utcán sétálókat is zavarják, illetve voltak, itt meg is csíptek. Az állatok lakott területen nagyrészt mindig a padlásra, illetve a fákodvába költöznek. Molnár Dániel rovarírtó azt mondja, most van a lódarazsak csúcsidőszaka. A darazsak általában késő tavasszal kezdik el a fészkek építését, ilyenkor még az anya egyedül van. És elkezd olyan petéket rakni, amiből dolgozók fognak születni, és így ilyenkor ősz elejére éri el a fészek azt a tetőpontot, amikor a legtöbben vannak. Majd nem sokára olyan petéket fog az anya lerakni a fészekben, amiből szintén nőstények fognak kikelni, akik párzás után elhagyják ezt a fészket, majd magukra hagyják a dolgozókat, akik elpusztulnak, és ez a fészek tavaszra üressé válik. Ilyen bábot kinyitunk, akkor ott vannak bent az éppen fejlődő darazsak. Ebben a fészekben megközelítőleg 5-600 darab példány volt. A lódarás általában nem szándékosan támadja meg az embert, a fészküket viszont meglehetősen agresszívan védelmezik. Ha 2-3 méterre megközelítjük, azt már fenyegetésnek érezhetik, amire együtt reagálnak. A fészek közelében valóban agresszív, de tehát olyankor, amikor valaki sétál az utcán és mondjuk nyal egy gombóc fagyit, akkor a fagyi az érdekelheti, illetve nagyon sokszor van olyan, hogy egyszerűen neki ütközik, tehát baleseteznek, mint ahogy mi szoktunk autókkal, és olyankor szúr egyet biztonság kedvéért, hogy ő megúszta ezt a dolgot. Magyarországon egyedül az európai lódarázs őshonos, aminek testhossza 2,5-3,5 cm, azonban gyakran összekeverik a magányos életmódot folytató szelíd óriás tűrös darázzsal, amely akár 5 cm-re is megnőhet. Gyakorlat miatt 2022. szeptember 27-én este 6 óra és 28-án éjjel 1 óra között teljes szélességében lezárják az M6-os autópályát a Bátaszéki és a Vémindi csomópontok között. Emiatt kedden este 6 óra és szerda éjjel 1 óra között az M6-os autópálya 163-as kilométer szelvénye Bátaszéki csomópont és a 173-as kilométer szelvénye Vémindi csomópont közötti útszakaszon teljes pályazár lesz érvényben. Az autópályát mind a Budapest felé, mind a Pécs felé vezető oldalon lezárják. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban rendezték a 4. Gemenc hangjai énekversenyt. Hazánkból és külföldről összesen 48 versenyző 64 produkcióval mutatkozott be a közönség előtt. A megmérettetést 28 éve szervezi a Tücsök Zenész Színpad Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ, mely immár országos, sőt nemzetközi versennyé nőtte ki magát. A fellépők 3 korcsoportban és 3 kategóriában mérték össze tudásukat a szakmai zsűri előtt. Nagyon-nagyon sok tehetség van, akikről nem is tudunk. Még annak ellenére sem, hogy itt a közösségi média, itt vannak a különböző videó megosztó portálok, tehát a lehetőség van bemutatkozni, de talán olyan típusú lehetőség, hogy egy nagyon-nagyon szakértő zsűri előtt színpadon kvázi éles körülmények között az ritka. Úgyhogy a Gemenc hangja az több szempontból is egy ilyen nívós történet, talán a felsoroltak miatt igazán. Az önkéntesség fontosságára hívták fel a figyelmet Szekszárdon a hétvégén megrendezett önkéntesek napján. Az eseményen számos civil szervezet bemutatkozott, valamint zenés-táncos műsorok is színesítették a nap programját. A rendezvényen a Hála Gála keretein belül átadták a Szomjú György díjakat is azoknak a szervezeteknek és személyeknek, akik az egész év során példaértékű önkéntes munkát végeztek. Önkéntes szervezetek vonultak ki hétvégén Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ elé. A mentálhigiénés műhely szervezésében létrejött program célja az volt, hogy bemutassa, hogy a Tolnai megyeszékhelyen az önkéntesség mekkora szerepet játszik az emberek életében. Több száz civil szervezet működik, akik közösségi szinten szolgálják embertársaikat különböző módokon az élet különböző területein. A Tolna megyei Korib Horgolók csapata már hosszú évek óta járul hozzá munkájával a koraszülött babák fejlődéséhez az általuk készített színes, horgolt polipokkal. Minden évben olyan 1500-2000 darabot szoktunk országos szinten leadni, hogy a babáknak jusson. De egy nagyon jó kis csoport jött össze, a fiatalabbaktól az idősebbekig horgolunk,
és akkor itt adjuk át a tapasztalatainkat. A nap folyamán, hogy az önkéntesség fontosságára, szépségére és értékeire is felhívják a figyelmet, szintén önkéntes munkával léptek fel azok a szereplők, akik énekkel, zenével, mozgással gazdagították a napprogramját. A rendezvény zárásaként a Hála Gála keretein belül osztották ki a Szomjú György díjakat is. Az alapfeltétel, hogy több évtizeden át végzett, kitartó, olyan áldozatos önkéntes tevékenységet végzett az emberek körében az a személy, illetve az a szervezet, hogy erre felfigyeltek. És ezért felterjesztik őket, alkalmasnak tartják erre a díjra. A szekszárdi szegényeket segítő néhai Szomjú György kovácsmesterről elnevezett díjat a civil szervezetek felterjesztése alapján a Mentálhigiénés Műhely és a civil szervezetek közössége adományozza példaértékű munkát végző egyesületeknek és személyeknek. 5 iskolásnak adott át laptopot a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete. A 8 és 24 év közötti hátrányos helyzetben élő fiatalok az idei év során pályázhattak az informatikai eszközre. A digitális felzárkóztatási alapnéven futó pályázat célja az, hogy az anyagi és szociális nehézségekkel küzdő gyermekek számára nyújtson segítséget a tanulásban a számítógéppel. Boldog mosolyjal az arcukon vette át ez az 5 fiatal azokat a laptopokat, amiket a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett digitális felzárkóztatási alappályázatán nyertek el. A lehetőségen 8 és 24 év közötti anyagi és szociális nehézségekkel küzdő fiatalok és gyerekek élhettek, nekik kívántak segítséget nyújtani az informatikai eszközzel. Az ünnepélyes átadó után a fiatalok elmondták, hogy nagyon örültek a lehetőségnek, hiszen az eszköz jelentősen megkönnyíti majd számukra a tanulást. Nem látszik, mert jól leplezem, de amúgy nagyon örülök neki, hogy így 3 héttel az egyetem után végre tudom használni, mert eddig egy kicsit macerás volt, és így ez meg fogja könnyíteni az egész folyamatot. Kis Mária, megyei elnök az átadón elmondta, hogy az informatikai eszközök tára szélesebb volt, de úgy gondolja, hogy a fiatalok a laptoppal jártak a legjobban, ennek veszik majd hasznát leginkább az iskolai évek alatt. Elsősorban olyan családokat, ahol nehézséget jelent a számítógépnek a beszerzése, és hát ma már számítógép nélkül a tanulás az szinte lehetetlen, tehát ez a Vöröskereszt ebben tudott segíteni, és hát mellette kis apró ajándékkal is még megleptük a fiatalokat. Reméljük, hogy jól fogják tudni hasznosítani ezeket az eszközöket. Az idei évre a pályázati lehetőség lezárult, de jövőre újra be lehet majd nyújtani az igényeket az informatikai eszközökre a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezeténél. Hétvégén Tolna megye szerte szerveztek szüreti mulatságot a településeken. Többek között Váralján és Kakasdon is lovasok vezették a menetet, ezt követően pedig a kulturális folklór programokkal várták az érdeklődőket. Lovasok vezették a szüreti felvonulókat Váralján. A menet több állomáson is megállt, ahol táncoltak, énekeltek, illetve étellel, itallal kínálták a résztvevőket. A rendezvénynek már több évtizedes hagyománya van a településen. Ez egy nagyon jó közösségi program, illetve a régi hagyományoknak a megtartása nagyon fontos. A felnövekvő nemzedékek lássák a régi várajai szokásokat, illetve várai népviseletet is. Alkalmunk van bemutatni ilyenkor. A program a sportpályán folytatódott, itt kulturális programokkal, este pedig koncerttel készültek a szervezők. Kakasdon a felvonulást követően a művelődési házban várták az érdeklődőket, ahol a helyi, illetve a környező települések hagyományőrző egyesületei léptek színpadra. A programot a Sebestyén Ádám Székely Társulat szervezte. És várják az emberek, tehát hogyha nem szerveznénk meg, akkor biztos, hogy hiányolnák, hogy nincsen szüreti napunk. Ugye a felvonulásra is nagyon sokan érkeztek idén, tehát szülők, nagyszülők, ismerősök, ők mind lekísértek minket a Deák utcából, egészen a faluházig. Tehát idén tényleg sokan voltunk, és akit kifelejtettem, ugye, hogy a Cikói Lovas Egyesület érkezett hozzánk, ők hoztak sok lovat, lovassal, hintókkal, de tényleg szép, tartalmas volt a felvonulásunk is. A rendezvényre Bonyhádról és Kúdról is érkeztek vendégek, illetve a társulat minden korcsoportja megmutat adhatta tudását Kakasdon a szüreti ünnepen. Regionális híreink következnek. Kistérségi hősök, megalakult a Vidéki Életmentő Egyesület.
Családi gondok, lelki problémák, férfi szerepek, férfi találkozók a Pécsi Egyházmegyében. Évek óta nem volt ilyen jó évük a somogyi méhészeknek, sokat várnak az erdőtörvény módosításától is. Vidéki Életmentő Egyesület, ezzel a névvel alakult meg egy a baranyai Véméndről indult szervezet. Céljuk, hogy minél többen elsajátítsák azt a készséget, hogy valóban életet mentsenek. Ehhez részt kell venniük a jelentkezőknek egy képzésen, amit Pécsett tartanak. A kezdeményezést a megyei önkormányzat is támogatja. Ezt úgy találták ki az izraeli hadsereg számára, hogy van itt egy ilyen befűzés, és ha nagyon izgulsz, elejted, akkor se gurul el. Ez a különleges és egyébként drága kötszer is beletartozik ebbe az életmentő csomagba. A többi eszköz ismertetése után azt is megmutatták, hogyan működik. Ez, ahogy elfordul ez a műanyag fül, ez gyakorlatilag a sebbe fogja belenyúlni a kötszer. A rögtönzött bemutatóból is látszik, milyen különbségek vannak egy ilyen készlet és egy egyszerű elsősegélycsomag között. Ez utóbbi ugyanis nem alkalmas olyan sérülések ellátására, mint például egy létfontosságú eretért vágás, vagy más életveszélyesebb. Ilyen táskákat használnak többek között a mentősök, vagy éppen a rendőrök is. Ehhez egy gyors képzést is el kell végezni, amit a Pécsi Egyetemen tartanak a Vidéki Életmentő Program keretein belül. Elsősorban vérzéscsillapításokról szóló képzésről érdemes beszélnünk, hiszen az életmentési szituációban komolyabb diagnosztikai lehetőségek nincsenek, nem állnak rendelkezésre. A szemmel látható vérzések elállítása, sérült pozícionálás, sérült mentési eljárások jelentik tulajdonképpen ennek a képzési anyagnak a magját. A helyi intézmények, egyesületek és közösségek vezetői, tagjai, valamint a civil lakosság számára egymásra épülő rendszerben alap és haladó készségszintű gyakorlati, illetve elméleti ismeretek elsajátítása révén képesek lesznek akár életeket is menteni. Ezt felismerve Véminden alakult egy egyesület, mely mostantól a Vidéki Életmentő Egyesület nevet viseli. Jelenleg 12 tagunk van, és ugye ezt az alkalmat megragadtuk, hogy bővítsük a tagjainkat, bővítsük az egyesületet, és tárkalokkal várjuk mindazt a társaságot, akik már elvégezték ezt a Medic 1-es tanfolyamot a Vidéki Életmentő Program keretén belül, illetve szeretnénk a kistérségben és hát egyre tágabb környezetben is népszerűsíteni ezt a programot. Rövid távon országos szintűvé tennék a kezdeményezést, de hosszú távon akár határokon átívelő program is lehet belőle, tette hozzá Vereckei Réka. Az együttműködésből a megyei önkormányzat is kivenné a részét, és támogatná a további fejlődést. Ne csak Vémént környékén legyenek olyan civilek, akik megtanulják az életmentés alapvető ismereteit, hanem Baranya megye minden járásában legyenek ilyen képzettséggel rendelkező emberek, hiszen bármikor kerülhetünk mi is és a családtagjaink, ismerőseink is bajba. Elég, ha csak arra utalok, hogy bizony egy komoly vérzésnél néhány másodperc, fél perc, egy perc áll rendelkezésre, hogy azt a környezetünkben lévő valaki, akihoz ért, csillapítsa, és ezzel valóban életet lehet menteni. A megye célja, hogy az egyetemmel együttműködve minél több életmentő legyen Baranya szerte. A későbbiekben pedig akár anyagi támogatásra is számíthat mind az egyesület, mind a képzést bonyolító központ. Második évadát kezdte meg a Férfi Találkozók elnevezésű programsorozat. A sok emberi problémával hozzáfordulókat így próbálja segíteni a pécsi megyés püspök. A családi gondok, az apák szerepe, a felmerülő kérdések választ várnak és kapnak ezeken az alkalmakon. A Pécsi Egyházmegye területén lévő településeken szintén zajlanak a találkozók különböző időpontokban. A nyitó eseményt Pécsett a Magtár Látogatóközpontban tartották. A Pécsi Egyházmegyében történő férfi találkozó elnevezésű rendezvény idén a férfiakat érintő sorskérdésekkel foglalkozik. A Magtár Látogató Központba bárki férfi elmehetett előzetes regisztráció után meghallgatni és orvoslást találni problémájára. Az induló évadban az emberi és isteni szót, a férfi lélek félelmeit és reményeit, kudarcait és sikereit vitatják meg. Mindezt az egyház és a nagyvilág szemszögéből vizsgálják. Akad olyan, akit a világban zajló események aggaszt. Amikor én erről tudomást szereztem, rögtön az jutott eszembe, hogy koromban valahogy a férfi az válságban van. És egy kicsit szorongatva érzem magamat a mostani világban, és válaszokat keresek, ezért jöttem én ide annak idején. Olyan érdeklődő is érkezett, aki a családi életében felmerülő férfi szerepet kívánja még jobbá tenni. Ezen a téren is komolyak a kihívások napjainkban.
Arra gondolunk, hogy ugye a családi szerepek ugye megváltoztak az elmúlt időben, a nők nagyobb szerepet vállaltak a közösség, mind a közösségben, mind a munkahelyen, és így átalakul a családban is a családmodell. És hogy miként tud erre megfelelni egy férfi, hogyan tud a apaként az új kihívásokkal, új közösségi kihívásokkal szembenézni úgy, hogy megtartja a keresztény hívő szemléletét. Az egyházmegyében lévő kisközösségek egyes férfi tagjaival indult a férfi találkozó ötlete még tavaly. Felföldi László megyés püspök azt tapasztalta, hogy egyre többen keresik fel személyes problémáikkal, magánéletbeli lelki egészségbeli gondjaikkal. A püspök úgy gondolta, legjobb megoldás erre az egyházmegye területén lévő nagyobb településeken is megszervezni a férfi találkozót. A férfiak adták meg az igényét. Egy gondolat volt ez. Én régebben is természetesen foglalkoztam családcsoportokkal, férfiakkal, de az az érdeklődés, az az igény, amit én itt tapasztalok, most már a második évad elején, itt látjuk, hogy folyamatosan jönnek a fiúk, ez mutatja, hogy szükség van arra, hogy találkozzunk, komolyan beszélgessünk, együtt gondolkozzunk, és valami több, szebb, jobb szülessen meg az egészből. Várnak minden érdeklődőt felekezeti hovatartozástól függetlenül a Pécsi Egyházmegye honlapján való regisztrációt követően. A férfi találkozónak havonta Pécsen a Magtárlátogató Központ ad otthont. Több év után a szárazság ellenére is idén végre jó szezont zártak a somogyi méhészek. A termés minősége kiváló, és a mennyiségre sem lehet panasz. Igaz, az ország más tájain nem ilyen kedvező a helyzet. Számtalan méz különlegesség közül lehet idén válogatni Somogyban. A megye méhészei azt mondják, ebben az évben sem a termés mennyiségére, sem a minőségére nem lehet panaszuk. Elsősorban ugye itt a repce, az akác és a hárs az, amit jelentős méz különlegesség. A napraforgó az talán egy kicsit gyengébb volt, de az első három az egészen kiváló eredményt produkált. Köszönhetőnek egyébként az időjárásnak, mert a hársra is, az akácra is megfelelő időben jött az eső, megfelelő időben jött az a jó idő, meleg, amikor a méhek ki tudtak menni és gyűjteni tudtak. Az idei forró nyár és a nagy szárazság ugyanakkor az ország keleti felében komoly károkat okozott a méhészeti ágazatban is. Az asszá igen rányomta a hatását a méhcsaládok egészségi állapotára. Tudni kell, hogy július-augusztusban nem találtak természetes virágpor és nektárt forrást, ezért rendkívül gyenge állapotban telelnek be. A méhek az országban a Dunántúl egy kicsit kivételi, több csapadék volt, de az Alföldön egyértelmű, hogy már most látni, hogy komoly tavaszi méhveszteségekre számíthatunk. A méhészeket most az új erdőgazdálkodásról szóló törvény is foglalkoztatja. Azt mondják, a módosított jogszabály akácra vonatkozó része hosszú távon kedvező lehet a számukra. Magyarországon ennek a fafajnak az átlag életkora közel 40 év, ami hamarosan megváltozhat. Ez most egy ilyen 7-10 évvel lecsökkentve igazából nem jelent problémát sem méhészeti, sem erdőgazdálkodási szempontból. Ez azért van így, mert az akácnak a nektár termelő képessége az ilyen 15-25 éves korban van a maximumon, és utána drasztikusan leesik. Tehát egy 37 éves akácos gyakorlatilag már fele annyi nektárt ad, illetve mézet, mint egy 6-7 éves akácos. A méz fogyasztói ára ugyanakkor az elmúlt években megemelkedett. 2,5 évvel ezelőtt átlagosan 1950 forintba került egy kiló aranyló finomság, most nagyjából 2500 forintot kell fizetni ugyanekkora mennyiségért. Most pedig nézzük főbb Tolna megyei híreinket újra röviden. Civilek támogatása, több pénz jut idén pályázatokra, mint tavaly. Közel 20 önkéntes szervezet mutatkozott be hétvégén Szekszárdon, átadták a Szomjú György díjakat is. A Magyar Vöröskereszt pályázatán nyertek laptopokat a fiatalok, az informatikai eszközökkel a tanulásukat segítik majd. Szüreti mulatságok, Tolna megye szerte ünnepeltek a települések.
Kedden egy hullámzó frontrendszer hideg frontja alakítja az időjárást. Már a délelőtt folyamán újabb csapadékmező éri el a nyugati országrészt, esőt, záport okozva. Helyenként a déli országrészben az ég is megdörrenhet, zivatar, hevesebb eső is előfordulhat. Estére nagyrészt megszűnik az eső, de összességében felhős égbolt lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!